Köszöntünk mindenkit itt a mai kis délutánon. Örülünk, hogy ennyien eljöttetek, és hogy ilyen jó az idő, és nem esik, és nincs is olyan nagyon meleg. Úgyhogy a Keresztül Európán és a Holdjárat című két lemezünkről, mert hogy két lemezünk van nekünk együtt közösen. Mi amúgy egy héttagú zenekar vagyunk, de most trióban koncertezünk itt a nyáron, aztán majd lesz egy nagy koncertünk is szeptemberben. Szóval az első lemezünk a Keresztül Európán inkább feldolgozásokból áll, és megzenésített versekből. Ez volt a legelső lemez, amit ilyen csodás zenés társakkal tudtam létrehozni, mint Hrudka Róbert, Karlis Felicia, és hát egy nagyon-nagyon nagy zenei élmény volt nekem, aki a színház világából jön. Soha nem tudtam, hogy milyen az, amikor az ember bevonul egy stúdióba, és rengeteget dolgozik egy lemezen. A zenészek nagy része, vagy az énekesek nagy része tudja, hogy milyen, tehát általában olyan anyagot csinál, amilyen műfajban tevékenykedik, tehát olyan lemezanyagot. Nekem viszont nem voltak meg a műfajok, illetve nagyon-nagyon sok műfaj volt, zenei műfaj, amivel én amiket nagyon szerettem, és foglalkoztam is velük, és színházban is sok mindent kellett énekeljek, de nagyon szerettem amellett a folkot, a jazzt, a verseket, szerettem volna egy kicsit színészlemezt is készíteni, de azon túl kicsit tovább menni.
Úgyhogy azt gondolom, hogy az első lemez eklektikus lett, de híven tükrözi azt a gondolatvilágot, amit mi közösen kezdtünk képviselni. És a második lemezben meg már egy kicsit tovább léptünk. Rutka Robi rábírt arra, hogy én is írjak dalszövegeket, próbáljak meg zenéket írni. Ez több-kevesebb sikerrel ment, vagy hát megpróbálkoztunk, és ebből is született egy lemezanyag, aminek szintén nagyon örülök. Úgyhogy az első dalunk az erről a Holdjárat, vagyis a második 2017-ben megjelent lemezünkről volt, és közösen írtuk, én írtam a szöveget, Robi írt a zenéjét, Szabad esés a címe, és most a következő dal pedig egy francia chanson, egy modern chanson, ami az utcazenéről szól, és ez egy feldolgozás. Les passants, je passe mon temps à les garder penser. Leur pas pressé dans leur corps, les airs, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan leur visage comme des masques. Mais faut les faire payant que faire semblant. C'est dans l'air du temps, ma para para para. Passe, passe, passera, la dernière restera. Justice soit faite à nos pauvres fils endormis.
Szüntelen tévedtem, ha nem kéne mindig más embernek látszani. Az életet magát, csak azt kéne játszani. Messziről jöttem, meg kell, hogy pihenjek résnyire. Nyisd az ajtót, hogy éjjel ne féljek. Ringassál szép szavakkal, lepjen el az álom. Ne vádolj, ne üzzel, reggel meg hálál a mártamban. Bolond vagy, hát tűnj is bolondnak, akkor vagy józan, ha bolondnak gondolnak. Dobd be a közösbe a bolond tetteket, tágítsd ki játszva a beszékült tereket. Köszönjük szépen, és hogyha már itt az első saját dalok, saját szerzeményeknél tartunk, akkor a legelső, az a Babákkal játszott című dalunk volt, ahol, amikor én elküldtem egy általam megírt szöveget Robinak, Robi egy kicsit segített még rajta, és aztán visszaküldte, aztán én is segítettem még rajta egy kicsit, és aztán megkapta a szöveg a végleges formáját. Ez egy olyan szöveg, vagy egy olyan dal, amiben azt próbáltam megfogalmazni, hogy lesz egy kislányból színésznő, vagy mi viszi arra, hogy színésznő legyen, és milyen a valósága az elképzelt világhoz képest. Megláttam magát, hozzájuk beszélt gyöngéden s vadul. Nem tudtam, mi fáj, de fájt piszkosul. Indultak felé a jó emberek, felnőttek vének apró gyermekek. Szemükben kérdés, így szólt a vád, dönts végre, ki vagy te, melyik babád. Thank you.
s így szólt a fád, dönts végre, ki vagy te, melyik babád. Fájdalmas kérdés újra talált, ledöntve lelkének védő falát. Gyermeknek érezte újra magát, összetört szíven, nem bírta tovább. És elénekelték az összes dalát. Nagyon szépen köszönjük szépen. És most pedig következik egy dal az első lemezanyagunkról, amiben versekkel és dalokkal, megzenésítésekkel kísérleteztünk, megzenésített versekkel, és a sok-sok kreatív ötlet között volt egy olyan ötletünk, pontosabban Robinak. Nekem volt egy olyan ötletem, hogy szeretnék verset mondani, vagy prózát mondani, és közben énekelni, mert ilyen még úgy sem volt. Tehát általában vagy megzenésítik a verseket, és akkor énekelve adják elő, de mi van akkor, hogyha a verseket, a vers részleteket az énekelt verszakok között mondják. Ezzel szerettem volna kísérletezni, és akkor erre találtunk egy nagyon szép verset, a Kosztolányi Dezsőtől a hajnali részegséget, és azon gondolkodtunk, hogy ennek a részleteit vajon mely híresebb dallal lehetne összepárosítani. És így esett a választás. Jimi Hendrix, Little Big című dalát. Ez most úgy tűnik, mint hogy persze minden gitáros el akar játszani a Little Big-et. Nem akarom eljátszani a Little Big-et. Nagyon tisztelem és szeretem ezeket a gitárosokat, de tényleg sorozatosságok vannak benne, és szerintem megértitek, hogy miért. Nagyjából arról a tőről fakad, és használtak ugyanolyan hasonló szereket, mondjuk az, hogy elérjék azt az állapotot néha. Amit sajnos a Jimmy egy kicsit többet használt ebből. Mindegy. Mi nem használtunk szereket, amikor... Persze. Én nem, kár ez lehet, hogy... Az a jó ebben az udvarban, most vettem észre, hogy annyira jó szabad tér, vagy itt kevés olyan szabad tér van, ahol ilyen csönd tud lenni a közönségben, és lehet hangtalokat játszani, zseniális. Úgyhogy kicsit gitározom is az elején. Milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon, az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek,
s megforduló szemük kancsítva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek. Hát a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Now she's walking through the clouds with a circus mind that's running round. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. It's all she ever thinks about is riding with the wind. Lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelben. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, yeah, that's all she ever thinks about is riding with the wind, yeah. Én nem tudom, mi történt vélem ekkor, de úgy rém lett, egy szárny suhan felettem, és felém hajol, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony most már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltak, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyhék felhői, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez, egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, a villanatető, ahol ott borongód már az este. Mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem.
március, a szél, a sírokat. Én nem tudom mi ez, de jó. Nagyon. Fájás, a édes, hadd fájjon, hagyom. A balgaság, a tévedés legyen. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Csodálatos verse hangzott el, a szerelem, aminek a végén kérdőjel van, mert hogy ő sem biztos benne, hogy ez szerelem-e. Úgyhogy ezt zenésítettük meg, ez is az első albumra került, a Keresztül Európánra, és ez természetesen Robi zenéje. A következő dalunk szintén az első lemezről való, itt ugye kísérleteztünk mindenféle feldolgozásokkal, úgyhogy a híres U2 zenekarnak egy ikonikus dala következik, amelyben Vidor törpe is szerepet kapott. Na jó, van, most ez dolgok felkonfolt. Már kezdtem egy kicsit libabőrözni, meg olyan szépen elindult, és a végére egy Vidort benyomtam. Igen, kedvesen elrontottam az eufóriát. Szeretjük a jutót. Nem, mi lesz, hogyha most itt egy ilyen másik pózban folytatom? Legyél törpe, oké. Okay. Kicsit előrébb jövök. Kicsike lett a törpe. Vidor a törpe.
and you give yourself away. Köszönjük. Most pedig ismételten a második lemezről következik a címadó dalunk, azaz a Holdjárat. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy miért pont Holdjárat. Nagyon sokáig nem tudtam rá válaszolni. Aztán rájöttem, hogy tudatalatt azért született ez a dal, és azért lett ennek a lemeznek a címe is Holdjárat, mert amikor mi csináltuk ezt a lemezanyagot, akkor nagyon-nagyon szorított minket a határidő. És nekem nagyon sok munkám volt a színházban. És tudtam, hogy de szeretnék, papírra vetettem mindenféle szövegfoszlányokat, és ezeket este, éjszaka próbáltam versé egybe gyúrni. És mindig, amikor hazajöttem a színház után, már fenn volt a Hold, próbáltam így nézni az eget, hát ha lesz valami ihletem. Volt, hogy volt, volt, hogy nem volt, de emlékszem, hogy a Hold volt állandó, az állandó társam, és ezért született ez a Holdjárat című dal. Hold volt, hold nem hold volt. Hold volt, hol nem volt. Nem tudom. Egyszer azért volt, még elmondom a második lemezről, csak tényleg nagyon szép tőlemények kártyával, hogy az első év tényleg mindent, szinte sírófakat a stúdióban mindig a maximumot akartam, már rég kész volt egyébként a dal. A másodiknál jutottunk odáig, mert elég sok híres énekesnővel dolgoztam, de azt kell, hogy mondjam, tehát amikor egy színházi szünetben a Nemzetiből végig rongyol a városon, bekészítve vártam a stúdióba, kettő sávot vettünk fel, ez volt kétszer mondjuk 4,5 perc, vagy 4 perc, ez számhosszúságtól függ. Utána másfél órában azt hallgattuk, hogy melyiket válasszuk ki, mind a kettő jó volt, úgyhogy itt tölt el, hogy nagyon összerakta magába ezt, és nagyon örülök, hogy saját szöveg is született ezen a lemezen. Igen, akkor most elmondom az én verziómat is, bár nem áll veszte az enyémtől, de Robi nagyon puha szívű velem. De az első lemeznél konkrétan az volt, hogy mivel még soha nem volt ebben tapasztalatom, és tudtam, hogy időzár van, tehát nem lehet órákig ott maradni, és én minden nap másképp keltem fel, tehát minden nap úgy volt, hogy jó, most felénekeltem ezt a dalt, másnap meghallgattam, és mondtam, hogy nem tetszik, a mai állapotom az egészen más, ezt most ma kell felénekelni, de hát akkor soha nem végzünk. Jó, de hát akkor mi lesz, meg hogy lesz? És tényleg néha már sírásig fajult a dolog, hogy ez nekem nem egy, tudtam, hogy idő van, vissza kell menni a színházba. De a Robi nagyon-nagyon jó pszichológus volt, és Nyíri Sanyi is a hangmérnök, és valahogy a második lemezre már megtanultam, amit ők mondtak, hogy lemezt, hogy tanulja meg azt, hogy lemezt nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Úgyhogy
Igen, hát... Persze, mert annyira gyorsan változunk, egy hónap múlva is hát az ember más játszana fel arra az albumra, de azt gondolom, hogy milyen felvállalható dolgot csinál az ember, és nem katyvaszt is, nem vagy kosz maga után, akkor büszkén felvállalhat bármit, amit oda, ott marad a album, hogy ez ugyanolyan, mint a film, mint amikor a film megörökít egy állapotot, soha nem lesz többé olyan, az ember megy tovább, és öregszik, és változik, és azt gondolom, hogy mi itt a koncertekben, a sok koncertben jutottunk el addig, hogy annyit változtak a dalok, hogy most már tényleg olyanok, mint ahogy elképzeltük őket. A koncertek olyan, mindig ez, hogy mindig más. És tőletek, tőlünk is, meg tőletek is elérni. Szóval a Holdjárat következik. Mert az élet az véges, de pont így szél. Játsszuk az
tudsz, hogy a szívedben elveszed. Hagyd a konyhát, a kertet, maradj velem. Összebújni egy fáradt napperemén, ez bármit megér. Mert kell egy védtelen világ, hol átölelsz magadba zár. Felidézem a legszebb perceket, lelkemre majd új ruhát veszel. Csodás álmom őrzője az leszel. Ringass el, hogy újra gyermek legyen. Karod lesz a bölcsön, már nem félhetek. Valaki hátul az ajtón, majd csendben kilépts, kialszik a fény. Mert kell egy védtelen világ, hol átölelsz magadba zár. Kedvesebb és a legcsinosabb mikrofonállványom volt egész életemben. Csak úgy jelzem, hogy ezt a számot pihenőnek raktuk be nekem. És még most is dolgozom. Elnézést. Na de viccet félretéve, vannak nekünk... Grisnyi Stepp, a megérkezett. Szia! Nem, valahogy beépítjük majd az ajokat. Na de a következő dalunk a Kicsi Csíp című dal, amit Grecsó Krisztiántól kaptunk ajándékba, ugyanis szoktunk kortárs költőkkel, írókkal dolgozni együtt, illetve néha felkérjük őket, hogy írjanak nekünk szövegeket, és ez a következő Kicsi Csíp című dal az ő szerzeménye. Volt egy ilyen gasztrósorozat, azt hiszem, valamelyik tévécsatornán, amelyben Simon Kornél és Grillus Dorka voltak a főszereplők, és ennek a filmnek volt a, lett a főcímzenéje, illetve betétdal, amire nagyon büszkék vagyunk. És hogy itt a közönség ennyire jó, ne legyenek senkinek kétségei, azért vannak kamerák, mert ami most következik, nem minket, titeket fog felvenni.
A jó közönség ismerve az, hogy hogy tud tapsolni, tehát nem egy 3-ra, 2-4-re fogunk, hogyha beszálltunk. Mondom, a kamerák csak is ezért vannak itt. A Felicián meg fogja mutatni szerintem, mert ő nagyon jó ritmus. Na jó, köszi, de hát azért hogy kezdjem el? Így azért a hol az egyet? Egy csipet fűszer kell ide még, a majdnem rossz fiúsból mennyi elég. Kicsi sár, ha hagyom az ízelt ábíd, akkor jó, hogyha kicsit csíp. Egy falat jóság kell ide, ha a mézes hűség végre nem ostoba, az se baj. Majd, hogy önmagad a szemben tiszta maradj. Csak a végkeserű, az nem számít már, több az így is, ez nekem jár. Tüverek a szív, ha vív is nagyon nagy az ég, néz, hogyha kicsit csíp. Gimnazista koromban kezdtem az angol mellett intenzíven franciát tanulni. A nyelvnek a felére már nem emlékszem sajnos, illetve annak, amit tanultam. De megmaradtak bennem nagyon jó kis benyomások, nagyon jó francia csapatban voltam, és nagyon jó volt a tanárom. És talán az első külföldi útjaim a egyike Bordeauxba vezetett, és Bordeaux mellett van egy Blaye nevű kis község, ahol volt egy gimnázium, és mi oda mentünk cserediákokhoz, és aztán ezek a cserediákok jöttek hozzánk, és onnantól kezdve rendszeresen jártam ki Franciaországba ehhez a barátnőmhöz, akivel mi összebarátkoztunk, és aztán Párizsban is voltam, és nagyon sok helyen, és szerelmes vagyok ebbe a kultúrába, csak finoman, nem túlzottan, de... Tejszínből néha sok. Tejszínből néha sok. De szóval nagyon fontos a számomra, és ebből is szeretnék egy kis szemelvényt mutatni. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Des chasseurs à ma porte comme des petits soldats.
Je veux seulement d'oublier. Et puis je déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant, seule fleur est dans mes entourages. Me rembarrasse. Je ne veux pas travailler. Non, 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 je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis, je fume. C'est magnifique d'être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume. Magnifique d'être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je veux pas travailler, non, 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 je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis elmondjuk, hogy miről szól az egész, hogyha látják ezt a folyamatot, amiről beszéltünk az elején, hogy egyre kevesebben vagyunk, hát ez ezért van, mert a trombitás fiú könnyes szemére máig emlékszem, amikor ott a próbaterem a Kátya azt mondta, hogy ő szívesen eltudolná ezt. És akkor én mit csináljak? Hát, keressél másik zenekart. És hát így fogytak, egy-kettő, majd lesz erre több példa is még a ma este folyamán. De a Kátya ezt nagyon kedves aranyos szemmel tudta közölni. Igen, lesz majd nem sokára egy önálló estem, az lesz a címe, hogy Kátya a 100 tagú cigányzenekar. Nem, mi ezt együtt csináljuk. Nem, régen egész normálisan énekeltem ezt a dalt, mostanra fejlődött idáig. Torzult az egész. Úgyhogy most pedig szeretnénk bemutatni egy másik kortárs írót, költőt, aki ismét csak megajándékozott minket a saját szövegével, ő pedig Lackfi János, és a Másik felhő című dala volt az első olyan szerzemény, amit mi megkaptunk, és Robi megzenésítette. A Jánosról azt kell tudni, hogyha ő valakinek dalszöveget ír, akkor azt kéri, hogy mondjon az ember támpontokat, hogy de mégis miről írjak, vagy miről szeretnél beszélni. Hát mondom, hát mindenképpen valami szerelmi téma, de tudod, mit rád bízom. Jó, de mondjál valami támpontot, hogy mégis, hogy hova vigyem. Hát mondjuk legyen valami olyasmi, hogy ilyen boldog szerelem, de egyszerre szomorú is, akkor legyen ilyen nagyon gyerekes az egész, ilyen infantilis, de nagyon felnőttes közben, tehát legyenek benne ilyen bölcs dolgok. És akkor mondtam neki még 10 ilyen ellentétpárt, és nagyon kedves volt, mert nem küldött el melegebb éghajlatokra, hanem azt mondta, hogy na, ez nagyon jó, már ki is találtam, úgyhogy elküldte a szöveget, és így sikerült, ez lett a Másik felhő. Szeretnék
Szabad a kék, szabad az ég, szabad a égre kelni, énekelni rég. Szabad a tánc, tiéd a szaladó felhő, homlokán a ránc. Szabad a csók, szalad a szakadó égnek, hálóján a kók. Szalad a ló, szakad a szívem és száll a hó. Mi mindent hoznék ölben egy karmos kis cicán. Reggelit együtt ennék, a felhők még lilán. Lájtójását egy kanál betörné, paplanunk összegyűrve nagy fehér felhővé. Itt lett minden más, te már másik felhő jársz, Kávén felszínél. Nem levek senki más, senki más, mint én. Szalad az ég, szakadok szék, tudlak a hírbe. Szalad a ló, éjszakad a szívem és száll a hó. Tudod mit, ő visszaad még pár könyvet és ruhát. Én hozzá egy sem illő, de mind jó lesz tirád. Csak egyet tartanék meg, egy tulpádnát talán, mert együtt utaztam veled. Oh,
Laci Cúzi kergeti a békás tújig. Ott megáll és körbe tekint, nem érti, hogy hogy lehet itt. Egyébként meg hol a macska, az is lehet otthon hagyta. Akkor megint szaladni kezd hazáig egy köszönjük, és akkor ezzel most a kutyák igényeit is kielégítettük. De azért ne lépjünk túl ezen, mert azért a Buksi története a szomorú történet. Jó, mondta a Buksi történet. Igen, hát ő ugye tudni kell Buksiról azt, hogy világ leghíresebb kutyája lett volna, hogyha nem ebbe a zenekarba jön. Megtanult énekelni és szólozni ebbe a dalba, ezt ő csinálta. És emlékszem a turné volt, amikor Kátya könnyes szemben ránézett, és mondta, hogy Buksi, elválna kutyáink. Egy menhelyre vonult vissza, még Hollywood érdeklődött utána, és utána nem tudunk többet róla. Úgyhogy ő volt az utolsó tag, aki kikerült a zenekarba. Ez volt szegény Buksi története. Most pedig, hát közeledve a koncert végéhez, van egy olyan dalunk, ami nagyon-nagyon kedves számunkra. Ezt nem lehet egyik lemezen sem fellelni, viszont ez a 2019-es, ha jól emlékszem, igen, 19-es, tehát Covid előtti Színházak éjszakájára készült, és egy hirtelen ötlettől vezérelve, mivel tudtuk, hogy nagyon gyorsan le kellett, kész volt a dal, le kellett forgatnunk hozzá egy klippet, és tudtuk, hogy akkor tájt volt szintén az Ördögkatlan Fesztivál, és augusztus elején ott találunk sok énekes meg színészt egy igen, helyen hol? Ebbe a halott szezonban. Hát ide lejöttünk, és aki szembe jött, megkérték, hogy szerepeljen a klipbe. Igen, aki szembe jött az Ördögkatlan Fesztiválon, ismerősünk, színész, énekes, előadó, azokat megkértük, vagy megkérdeztük, hogy nincs kedved egy két sor erejéig benne lenni ebben a klipben. És mindenki igent mondott, és valahogy tényleg csodával határos, spontán módon sikerült ezt a klippet leforgatni, és szerintünk, és nagyon sok mindenki szerint nagyon jól sikerült, holott nem tudtuk, hogy ez lesz majd belőle, úgyhogy ezúton is köszönjük Kis Móninak, hogy meg volt rá lehetőség, és hogy tudtuk ezt rögzíteni. Úgyhogy ezt meg lehet nézni a YouTube csatornán. Sok híres és nagyon tehetséges emberrel egészültünk ki a klipben.
Viszlek haza a címe. És a színházról szól. Mondtam, mit viszel magaddal, vigyed örömmel, ne haraggal. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elősz. A nagy főnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszett-e. S úgy érzi, hogy játszó megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon, és itt az a szívemben őzöm, én így maradtam szabad. Mondtam, itt viszel magaddal, formád a darabot a szavakkal, a díszlet az maradjon itt, minden máshoz befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolt egy zsákkal, hát ígérd meg, itt hagyod bánatod orrot, dolgatni nem ér. Vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami veled maradt, mint a világot rejtő bűvész kalap. A színpadról látom az arcot, hát viszem azon. Tudod, itt van bent, ami veled maradt, mert itt van a színpad, és itt az a szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Hagyd itt az egót egy adaggal, a karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet, fogyig az ítélet, a színpadon állni a még élet. A végén, ha szeretsz, az öltözönbe kísérsz. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvész kalap. Színpadról meglátom Istent, hát viszem azon. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van a színpad, és itt az a szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Az ördögkatlanra fogunk emlékezni, hogyha ezt a dalt énekeljük, illetve emlékszünk is. És ez egy nagyon jó érzés számunkra, hogy most itt előadhattuk. Az utolsó dalunk következik, vége van a koncertnek, és az utolsó is egy nagyon szép megzenésített vers, Szép Ernőtől a Csak a szívem érzi. Csak a szívem érzi,
ha válnak néma fellege, nem érzik azt meg az ege, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. Gitáron.